Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a kicsit borús téli napon, az eső is esett minden, de tudjátok, szívünkben mindig nyár van. És itt vagyunk az Eurofleet Premium használt autó telepén, és egy olyan autót választottam ki nektek, hogy bemutassam, amire sokan nem gondolnátok, hogy én majd egy ilyet választok. Ez egy Opel Zafira. Egész pontosan egy Zafira Tourer, ami a harmadik szériája, a harmadik sorozata a Zafira modellnek, de igazság szerint ez a legjobb, a legújabb a legjobb. Ez nem olyan nagy meglepetés, inkább az a meglepetés, hogy ez az egész Zafira sorozat egy picit így a piac szegletébe szorult. Nem volt annyira népszerű autó, amennyire ez jó volt. Persze voltak hibái, de sokkal inkább jó autó volt, mint amennyire a piac ezt értékelte. És a Zafira Tourer, ez az utolsó változat, ez meg kimondottan egy ilyen jó autó. Ezt szeretném nektek megmutatni, kicsit fogunk majd beszélni a születéséről is, meg a motorjáról, ami Szent Gotthárdon készült. Úgyhogy kimegyünk innen a telephelyről, túl nagy itt a zaj, elmegyünk egy félreeső dolgok helyre, és ott megmutatom nektek ezt az autót. Hajrá! Hoppá, itt is van egy Opel Zafira, nem az, amelyik a tesztben szerepel, hiszen az régi magyar autó. Ez viszont egy közkedvelten behozott németországi import, amilyenből azért több ezer van a magyar utakon. És nézzük csak, lám, ugye, Németországból lehet kérni a biztosítótól ilyen remek kis adatokat. Oj, de mekkorát tolatott, Peti! 112-40-re. Na, ez már egy ilyen középsúlyban azért már egy erős teljesítmény. Könnyű tekerni az Opelt, az van. Hát, nem volt drága valószínűleg, hiszen ez a remek kis 1.6-os suttogó dízel Opel Zafira, hiszen azért beleharapott a Katrina hurikán a sárkába egy kicsit. Látod, Peti? Jön, megy, fűt, hűt, teszi a dolgát, erre szokták mondani. Kinyílt mind a két luffancselő, de az a lényeg, hogy az Opel logó világítson középen. Hát ezt még azért ki lehetett hozni. Ki is hozták, nagyon rossz világításra vonatkozó panaszokról számoltak be. Hát ezen az autón is elég csaléddal a lábba, mit te mondják. ...1999-ben jelent meg az első Zafira A, és a Porsche segítségével tervezte az Opel. Ugye ez ilyen nagyon hangzatos, és nagyon szeretik az autógyárak ezt mondani, gondoljatok csak vissza a Seat Ibizára, Porsche System feliratú hengerfejjel, ahol szintén a Porsche segített a hengerfej kialakításában. A Zafira esetében pedig a futómű hangolásában segített a Porsche. Ugye a Porsche-nak van egy ilyen irodája, ami a Porsche gyárhoz tartozik, de bárki felhasználhatja az ő kvázi tudásukat, úgyhogy megbízza őket bizonyos tervezéssel, ők elvégzik a feladatot, odafáradsz a kasszához, egy jelentős összeget be, csengetsz, és a Porsche segített. A Zafira A-val ugyanez volt 1999-ben, és utána elég sok díjat meg is nyert az autó. Nem túl sokat csinált a Porsche egyébként a Zafiránál, csak a futómű hangolását és illesztését próbálta az autóhoz. Ugye tudjuk, hogy elég nehéz a futóművet megcsinálni akkor, ha a járműnek a terhelése elég nagy, tehát a hasznos terhelése. És ugye ez 7 személyes autó lévén, itt ha 75 kilós utasokkal is számolunk, akkor is egy jelentős tömegről beszélünk. Ugye olyan autót szeretnénk, ami kis terhelésnél is jó futóművel rendelkezik, meg maximális terhelésnél is, és ez nem annyira egyszerű, mint ahogy ezt gondolták, ezért aztán rábízták a Porsche-ra, ahol szakosodott mérnökök ezzel foglalkoznak. A másik érdekesség, ha már a szakosodott mérnökökről beszélünk, ugye az első Zafira A, az a G-Astra-nak az alapjaira épül, a lámpája is nagyon hasonló, meg abba a formavilágba illeszkedik bele. Utána jött a következő, a nem fogjátok kitalálni, Zafira B. A, B, ugye mennek ezek a betűkkel, az Opel nagyon szereti ezt a ABC szerinti sorozatokat. Tehát a B, az már a H-Astra-val volt paritásban,
azoknak az ergonómiáját, bizonyos elemeit és formavilágát csinálta. Ez pedig a J-Astra. Ugye nem lepődünk ezen meg, ez már a J-Astra alapjaira épül, ugye egészen 11-ben jelent meg. Ez az autó konkrétan 2015-ös forgalomba helyezésű és gyártású is, tehát még a facelift előtti, ezt majd látni fogjuk a temérdek középkonzol gombról, de már itt rögtön mondanám, nem biztos, hogy ez baj. Tehát ott jártam, hogy a mérnök csapat, és meg is mutatom a motorját, amire kicsit büszkék lehetünk, ez az 1.6-os direktbefecskendezős 1.6 CDTI-nek nevezett Common Rail Diesel, ez bár tervezése Torinóban történt, a Powertrain Engineering Centerbe, igen, Powertrain Engineering Centerbe, így hívják Torinóban a General Motorsnak egy központját, de ne tévedjünk, nem véletlenül ott készült, hanem azért, mert az olaszoknak elég nagy tapasztalatuk van ezekkel a direkt befecskendezős dízelmotorokkal, és ezért aztán ott készült a motor, de a korabeli marketing anyag azt mondta, hogy 1000 mérnök dolgozott rajta. Na most csak, hogy el tudjátok helyezni, nyilván mondjuk azt, hogy ez igaz, és mérnöknek vették azt is, aki nyitogatja az ajtót reggel az irodába, de például a Land Rover Freelandernek a motorját, illetve a kapcsolódó dolgokat egy ilyen 30 fős mérnök csapat csinálta 1995 környékén, 96-ban, úgyhogy így nagyjából el tudjátok helyezni, hogy az 1000 fő dolgozott ezen a motoron. Tehát a Powertrain Engineering Centerbe készült, és a korabeli marketing anyag azt mondta, hogy Rüsszenszhelyben finomították. Ugye ott programozták fel a motorvezérlőjét, de maga szerkezetileg a motort nem ott készítették, hanem Olaszországban. Ennek ellenére a motor az természetesen nem olasznak tekinthető, hanem Opel által tervezett, és hol gyártják? Tadám! Dobszó, dobpergés Szent Gotthárdon. Szent Gotthárdon olyannyira, hogy sok-sok milliárd euróért egy új részleget, a Flex motorgyárat alakították ki, és a Flex motorgyárban gyártják ezt a 1.6-os dízelt. Ugye ez a MDE kódú motorcsaládnak a középső, vagy a MDE-nek nevezik ezt a 1.6-os motorcsaládot, mert ez a mid-size diesel engine, ugye ez a közép méretű volt, 1.3-as, 1.6, meg a 2 literes vagy 1.9-es, ez az 1.6-os. 136 lóerős és 320 vagy 310, tehát van 300 Nm-es nyomatékú. Én azt mondom, hogy ehhez az 1600 kilós autóhoz ez egy jó választás ez a motor. Ugye suttogó dízelnek nevezték meg, a marketing anyagok mindig kitalálnak ilyen elnevezéseket, de a lényeg, hogy ez egy nagyon korszerű motor, 2000 báros befecskendezési nyomással, és például egy munkaütem alatt, ha szükséges, akkor 10-szer tud befecskendezni. El tudjátok képzelni, hogy itt a millisekundumokról beszélünk, és 10-szer tud különböző mennyiségű üzemanyagot befecskendezni az égéstérbe. Nyilván erre azért van szükség, hogy a nyomás úgy épüljön fel, ahogy szeretnénk, úgy melegedjen a motor, illetve bizonyos esetekben, vagy általában csendes legyen, a nyomás ne úgy épüljön fel, hogy zajos legyen. Viszont itt, ahogy megnéztem ezt a hegesztést, a zárhídon, azért ez olyan, mintha én tettem volna ide, de én végigvartam volna az egészet. Bár akkor lehet elhúzódott volna. Ennyit erről, de a lényeg, hogy ez egy korszerűnek tekinthető motor, még ma is, pedig ugye 2014-ben kezdték a gyártását, és elég ebbe az autóba. Egész jól viszi ezt az 1600 kilós autót, jó a fogyasztása. Problémák voltak vele, meg vannak is, ugye ilyen EGR hibákra szoktak panaszkodni, a kipufogógáz visszavezetés túl nagy mennyiséget küld vissza, és kokszosodása van, valamint ugye ez egy változó geometriás turbó, ami rajta van, ahol a változó geometriát vákummal állítják, de
elektronikus visszacsatolással a vezérlőegységbe. Amikor ez elkezd kormolódni, akkor a visszacsatoláson a vezérlőegység látja, hogy a geometria nem tökéletesen működik, illetve szorul, azonnal vészüzembe teszi, hibát, hibakódot generál, ugye, és ugye az, hogy már vészüzembe teszi, az már nekünk elég arra, hogy szervizbe kell menni, ezzel is voltak problémák. De ez az autó 130 ezer kilométert futott, egész jó bőrben van, szervizkönyves, magyarországi természetesen, hivatalos Opel szervizben volt végig szervizelve, és nagyon csúnya volt itt a motortérben ez a megmart alumínium oxidációja, ugye ez főleg a jégmentesítéstől van itt Magyarországon, de porszáraz a motor, sehol nem folyik, folyik belőle az olaj. Másrészt pedig az autó nagyon jó bőrben van, tehát belül is meg fogom mutatni, hogy nem látszik rajta a 130 ezer kilométer. Műsorunk támogatója az Eurofleet ZRT prémium használt autócentruma. Használt autók akár négyszeres garanciával. Nem is a belsejével szeretném kezdeni, mert végül is egy családi autó, és ezért választottam én ezt a Ecoflex Zafira Tourert, mert ugye ez is kicsit ilyen, hát mondjuk szépen láttunk már jobb megoldást is kalaptartóra, de nem ezt akartam mutatni, hanem azt, hogy van egy plusz szőnyegünk, amivel le lehet itt borítani a rakteret, de ez itt valójában nem is csak raktér, hanem ugye a harmadik üléssor, mert ez egy 7 személyes autó. És mivel a második üléssor mozgatható, majd meg fogom mutatni, ezek itt hátul, hát hogy szépen fogalmazzak, ha nem is teljes értékű ülések, de a gyerekek itt nagyon jól el tudnak férni, és szükségülésnek szerintem jobb, mint a legtöbb ilyen átalakítható 7 személyesnél. És vegyük azt is figyelembe, hogy ez az autó azért nem olyan nagy, mint például egy Volkswagen Charan, ami még ebben az időben népszerű autó volt, tehát kisebb, könnyebb vele parkolni, mozgékonyabb, és nem annyira buszos. Ez az autó inkább kombi jellegű, mint sem igazi egyterű. Persze egyterű, de nem olyan nagy, hogy ez hátránnyal járjon. És azt gondolom, ez az egyik előnye ennek a Zafira Tourernek, hogy viszonylag kompakt, de azért a 7 személy belefér. És hát így is van egy 500 literes csomagtér itt hátul, és ugye a középső sor, mint mondtam, a második üléksor előre mozdítható, tehát hogyha ide többet akarunk berakni, akkor be tudunk. Nyilvánvalóan azért vannak itt a biztonsági övek is, mert kell a hátsó ülés soron is. Ennyit a hátuljáról. Jó van megcsinálva a kitámasztó teleszkóp. Láttátok, hogy a motortér is kitámasztó teleszkópos volt. Sokkal jobb ez az autó, mint a korábbi modellek. És ez a középső sor, ez is egy nagyon jól használható, ugye Ecoflex, Flex, ez volt a kulcs szó itt az egész marketingjében a modell megjelenésekor, nem csak ennél, hanem a J-Astránál is, hogy variálható az utastere, és ezt mondtam nektek, hogy húzható az ülés előbbre-hátra, ledönthető, hogy nagy raktér készíthető. Sajnos ugye, ahogy szoktam mondani, mindennek van, minden műszaki előnynek van hátránya is. Például az, hogy ez egész jól ledönthető és eltüntethető az ülés. Ennek az a hátulütője, hogy bizony ezek az ülőfelületek nem olyan szépen formázottak, mint szokott lenni, és az ülés támlának is oldaltartása nem nagyon van, ezek valójában ilyen padok, de annak ellenére, hogy kinéz, ahhoz képest kényelmes ülés esik itt, ráadásul nagyon nagy a fejtér, és van hely bőven. Tehát ez egy olyan élhető kompromisszum, amit ezeknél az ülések formájánál kötöttek, hogy nem szenved olyan nagy hátrányt az ember tőle, de nagyon jól variálható. Ugye ennek azért is lényeges, hogy mindenféle gurtnék meg ilyesmik legyenek, amivel lehet ezeket az üléseket előbbre dönteni, hogy ugye a gyerekek be tudjanak hátra szállni. És
Hangsúlyozom mindig, hogy a gyerekek így, meg a gyerekek úgy, valójában felnőtt is tud hátul ülni, hogyha jól összehúzza magát, vagy nem túl magas. De inkább az gyerekeknek való. De akkor is 7 személyes az autó, és ez jó. És látjátok mekkora a hely, itt térdelni tudok, forogni tudok. Hát a felszereltség miatt itt hátul túl sok minden nincs. Itt egy szivargyújtó ajzat. Sajnos 2015-ben még nem gondoltak rá, hogy a gyerekek itt hátul USB-vel akarják majd tölteni a tabletet. Ennyi. Fűtés viszont jutott mindkét oldalra. Ennyit a belsejéről, a praktikumról, most nézzük meg az elejét. Most klattyant a helyére az ülés. De ahol igazi nagy változás történt a B Zafira után, amikor megjelent a Zafira Tourer, vagy nevezzük C Zafirának, az a vezetőtér. Nagyon sok dolog megváltozott, és sokkal ergonomikusabb lett az egész. Ráadásul könnyebben kezelhető, jobban leolvasható. A prémium minőségű AZ Meister tájlekemőanyagokat úgy fejlesztettük ki, hogy a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítsenek. AZ Meister tájlekemőanyagok az Unix autótól. Az egyetlen kritika, ami érte ezt az autót, amikor megjelent, ez a gomberdő itt a középkonzolon. A facelift után már módosítottak rajta, de ez még abban az időben készült, ugye 11-től van ez az új Tourer, amikor még ezek a gombok, ez így normálisnak tekinthető volt, nem volt érintőképernyő, és tényleg itt van egy gomberdő. De, amit mindig mondani szoktam, hogy nyilvánvalóan ezek nem konfigurálható gombok, ezért sok kell belőle, de amikor használja az ember az autót, akkor nagyon hamar megszokja azt, hogy a CD kiadó az itt van például legalul, jobb oldalon, az alsó sarokba. Vagy ha némítani kell, akkor a bal oldal alsó sarkot nyomja meg. Nem kell oda nézni, ki lehet tapogatni, mert olyan a tasztatúrája az egésznek. Ugyanígy a klímaállítónál, ezek még a hagyományos dolgok. Tehát mindennek van előnye is, meg hátránya is. Ugye kétféle kesztyűtartó volt. Volt egy egész kicsi, és egy nagyon kicsi. Mind a kettő megosztották itt, mert egy merevítő benne van, a légzsák innen nyílik ki a műszerfal tetejéről. Két kesztyűtartó van, ami nem ad ki egyet. A másik érdekessége, ez a flex konzol, ezt is valamilyen flexnek hívták, ez állítható, reteszelhető ezen a csúszkán, ráadásul itt egész hátra ki lehet venni, vagy ha kitoljuk, akkor itt a italtartót be lehet tolni alá, itt is van egy pakoló eszköz. Olyan rejtekhelyek vannak ebbe az autóban, hogy itt elrejtesz valamit, és nem jó a memóriád, akkor utána a hetekig nem fogod megtalálni, ha egyáltalán valaha megtalálod. De ezt nagyon jó kitalálták, mint ahogy kitalálták itt a fényeket is, a belépő fényeket, meg ezeket a hangulatfényeket, és komolyan mondom, tehát most nem 2020 van, vagy 21 most már, de ez az autó még a 2010-es évek elején született meg, és egy nagyon formabontó, jó megjelenésű autó volt, kívülről is jól nézett ki, meg ez a belseje is, és még most sem rossz, és nem is rossz vele menni. Úgyhogy most menjünk is vele, mert már túl sokat beszéltünk. Nyilvánvalóan úgy kell néznünk ezt az autót, mint egy családi autót, ennek megfelelően vezetjük. Ezért mondom, hogy ez a 136 lóerős, 300 Nm-es motor, Nm-es forgatónyomatékú motor, ez pont elég ez az 1600 kilós családi autóhoz. Jól is megy, van annyi ereje, hogy rendesen lehet vele menni, akár teljes terheléssel is, és arra szeretnék még majd rávilágítani, hogy mennyire jó van hangolva a futóműve. Most tudom, hogy szó volt az elején a futóműről, hogy a Porsche segítségével hangolták. Nem tudom, hogy ez a Tourerre vonatkozik-e, mert ugye ez a legelső Zafira Án volt műsoron, de ez az autó is nagyon szépen gurul ezeken a rossz utakon, és alapvetően egész jó vele menni. Meg is szeretném nektek mutatni. Még hideg a motor. Most indultunk el vele, 500 métert sem mentünk, de egész jó szigetelt az utastér, tehát ide annyira nem jön be. Kívül van egy kis kerregés, hiába hívták suttogó dízelnek, annyira azért nem suttog, vagy inkább azt mondom, hogy hangosabban suttog. De már itt ezen a rossz úton, amin megyünk, mert ugye ez egy ilyen murvás út, nagyon jól érződik, hogy puha a futóműve. És ez így van rendben, mert
azért egy 7 személyes családi limuzinnal, egyterűvel nevezzük, akárhogy akarjuk, nem akar az ember sportolni, tehát ez nem az az autó, amivel a szalonversenyen megpróbálsz díjat szerezni, hanem ez az, amivel el akarsz menni a családdal kirándulni. És ennek fényében kell nézzük ezt az autót, és ennek fényében nagyon, nagyon jó. És amit ki szeretnék emelni, tényleg, hogy például most rossz fokozatba tettem, de nagyon sokat javult ez az autó a H-Astrához képest, illetve hát a B-Zafirához képest. Sokkal jobb lett az ergonómiája, sokkal jobb lett a zajszigetelése, és itt most ne csak a motor zajára gondoljatok, hanem a futómű zajra is, és alapvetően az ergonómiája sokkal jobb lett. Ezt az autót sokkal jobb vezetni. Azért mondtam korábban, hogy egy ilyen nagyon szép ívet írt le a Zafira. Az első sem volt rossz, meg hát abban a piaci környezetben még egy egész jó választásnak is tűnhetett, illetve volt is, de ez a Zafira Tourer ugye megerősödött közben a piac, nagyon sok egyterű lett, és most meg már oda jutottunk, hogy ezeknek az egyterűeknek kicsit a Nimbusza visszaesett, vagy a népszerűsége visszaesett, ugye most már mindenki SUV-ot akar venni. És kezdünk elfeledkezni arról, hogy ezek az egyterűek tényleg mennyire jók voltak, mennyire használhatók voltak, és mennyire praktikusak voltak egy olyan családnak, ahol 3 gyerek van, meg csomagok, vagy ahol esetleg 4 gyerek van, és a 2 kicsit simán be lehet hátulra ültetni, és nem fakad anyuka se sírva, hogy szegény gyerekek ott vannak hátul beszorítva, mert ők igen jól fogják magukat ott érezni. Ugye mindenki gondoljon vissza gyerekkorára, mennyire szeretett a kombi autóba hátul lenni, ahol még nem is volt ülés, és itt tényleg meg tudod élni ezt, hogy ott hátul vannak a gyerekek. És most is itt, ahogy megyünk ezen az úton, nem túl jó minőségű út, de nincs igazán nagy gördülési zaj, komfortos a belseje, behúzom a 6-at, és 1500-as fordulaton 90-nel megy ez a motor. Nem igazán van dízel hangja, most már megmelegedett egy kicsit, itt már 70 fokos, majdnem üzemi hőfok, tehát gyorsan is melegszik, ez se baj, nem fagyunk meg benne télen, és jó, alapvetően jó autó. És ezt ki szeretném emelni, most nem csak ahhoz képest jó, hogy a B Zafira olyan volt, amilyen, hanem ahhoz képest is jó, amilyenek a konkurensek voltak. Amikor megjelent ez a J-Astra vonal, akkor az Opel nagyot ugrott előre, mind a minőséget tekintve, mind az ergonómiát tekintve. Én most itt a minőséggel ugye persze voltak problémák, a J-Astránál is voltak, visszahívás is volt rá, úgy emlékszem, itt a Zafiránál is voltak, de ezek mindig vannak az első évben, mindig vannak visszahívások, és sokszor kell visszavinni extra szerviz látogatásra az autót, de ha összességében nézzük, ez az autó nagyon sokat fejlődött, és tényleg ez egy jó választás lehet azoknak, akik ezeket a családi autókat keresik. Egész nyomott az ára, példának okáért ez az autó 3,5 millió forintba kerül, 130 ezer kilométerre, sőt kicsit alatta is van, végigvezetett szervizkönyvvel, a belseje gyakorlatilag úgy néz ki, mintha új lenne. Nem igazán látszik rajta semmi kopás, semmi elváltozás, ki van takarítva, szép állapotú, és most így, ahogy használom, ahogy így megyek vele, itt sem igazán érződik, hogy valami nem lóg a váltó, újkorában se volt azért ez egy ilyen Honda S2000-es váltó, ezt azért tudnunk kell, hosszú úton kapcsolható, egy picit ilyen bizonytalan, de ez újkorában pont ilyen volt, mint most. Tehát így igazán sokat nem fáradt a bringa. És 3,5 millió forint, azért az nem sok egy ilyen karbantartott családi autóért. Én mindig úgy éreztem különben, hogy ezek a Zafirák, ezek itt a Tourerről szeretnénk most beszélni, vagy arról beszélek, ezek a Zafira Tourerek, ezek lenézett autók. Talán azért, mert az 1-es, 2-es Zafira sem volt annyira népszerű, és hiába javult nagyon sokat a Zafira Tourer, soha nem lett egy ilyen közönségkedvenc. Pedig igazság szerint lehetne is. És akkor itt van ez a
3,5 millió forintos használt családi autónk, tök jó állapotú, nagyon jó felszerelt, vezetéssegítő berendezések, sávelhagyás figyelmeztető, természetesen a menetdinamikai szabályzó is benne van, kipörgésgátló, stabilitáskontroll, és összességében egy jól felszerelt, komfortos is, ugye nyilván ülésfűtéssel, de nézzük meg, hogy alkatrészárakban hogy áll. Egyébként most így anélkül, hogy megnézném, azt mondom, hogy ezek jók szoktak lenni, jó áron szoktak lenni hozzá alkatrészek, de ne kiabáljuk el. Opel Zafira, 1.6 dízel, 1.6 dízel, 2015-ös, és egyterű, így jelzi. Igen, 136 lóerős motor, és akkor itt is vagyunk, meg tudjuk nézni szépen. A kerékfelfüggesztés kormányzáshoz szoktam menni, nézzük meg a kormánygömbfejet, már annyi kormánygömbfejet néztem, kezdem úgy nagyjából fejből tudni az árakat, természetesen mindet szeretném megnézni, és van is, nagyon sok márka van belőle, Febi, Optimál, Moog, Sidem, és Meile, 13 000 forint, Lemförder 19 000 forint, AZ Meister Thailand 8100 forint, Hans Price 7300 forint, tehát durván azt mondhatjuk, hogy 12 000 forint és 7000 forint között vannak a kormánygömbfejek, ami szerintem jó, nem drága. Még meg szeretnék nézni lengéscsillapítót is, összehasonlítás, mindet szeretném látni. TRV Optimál Sax, a Sax kerül 48 ezerbe, ez az első pár, gázos természetesen. Kajaba 34 ezer, ez a hátsó, 52 ezer az első, bocsánat, ezt elnéztem, AZ Meister Thailand, AZ MT 34 ezer, 36 ezer darabokról beszélünk, párban cseréljük, de ennyi. Ezek kicsit húzósabbak, mint amire gondoltam, de a futómű alkatrész egyébként jó, tehát a gömbfej. Jó, még nézzünk meg valamit, amire kíváncsi vagyok. A pollenszűrőt, utastér pollenszűrőt. Néha ilyen elszállt árak vannak a pollenszűrőbe, és most meg szeretném nézni, hogy itt mi a helyzet. 5300 az Asika, ugye ez egy ilyen olasz cég, japán hangzatú névvel, AZMT 3000, 4600, Knecht 8300, ugye itt többféle változat van, vannak aktív szenesek, ezek drágábbak, 18 ezer a Manfiltertől az aktív szenes, és AZMT-ből is van aktív szenes, az 4600 és 3000 a normál. Tehát ez azért elég jó, vannak jóval drágább utastérszűrők, tehát összességében kimondhatjuk, hogy nem olyan drága hozzá az alkatrész. Oké, lengéscsillapító azért, azt kicsit kevesebbre számítottam, mint ezek a 30 ezer per darab, de rendben van. Az egész kocsi rendben van, és én azt gondolom, hogy ez egy jó vásár. 3,5 millióért ilyen felszereltségű, ilyen megkímélt állapotú autó, ha valaki családi kocsiba dolgozik, gondolkodik, és 7 személyes kell neki, ez lehet egy jó választás. Még akár ezzel az 1.6-os dízelmotorral is. Legalábbis én ezt gondolom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Nekem tökre tetszett. Én nem vagyok egy ilyen Opel párti, és nagyon meggondolnám, hogy veszek-e Opel, de ezt esküszöm nektek, ezt így szívesen így családi autónak. Nem nagyon használnánk a 7 személyt, de jó nagy csomagteret, azt viszont igen. Úgyhogy ez nekem tetszett. Örülök, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, klikkeljétek be a harangot is, mert most gyártjuk a teszteket, nagyon sok jön. Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.